Idén Miskolccal otthont a Magyar Radiológusok Társasága és a Magyar Radiográfusok Egyesülete közös kongresszusának. Az ország minden tájáról mintegy 500 szakember érkezett a találkozóra, ahol a különböző szakmai előadások mellett a legkorszerűbb képalkotó diagnosztikai eszközöket is bemutatták. Professzionális ultrahangkészülékek, röntgen és csontsűrűségmérő eszközök vették át az uralmat a DVTK arénában. Idén Miskolcon rendezték meg a Magyar Radiológusok Társasága és a Magyar Radiográfusok Egyesületek közös kongresszusát. A radiológiának egyre fontosabb szerepe van a gyógyításban, a klinikai döntés támogatásának egy megkerülhetetlen szakmája a képalkotó diagnosztika. És amifele megy most az orvoslás az, hogy olyan szakmai minőségi paraméterek legyenek meghatározva, tehát a szakmai minőségbiztosításnak egy rettenetesen fontos eszköze a képalkotó diagnosztika, és nagyon bízom benne, hogy az összes szekció ezeket az elveket fogja szolgálni. A kongresszusra az ország minden tájáról mintegy 500 szakember érkezett. Jelenleg most ez a Magyar Radiológus Társaság 31. kongresszusa. Ez egy két évente megrendezésre kerülő, országos szinte a legnagyobb radiológiai kongresszus, aminek most körön örülök, hogy ezt most a radiográfusokkal együtt sikerült tető alá hozni. Ebből jóval kevesebb volt, pontos számot nem tudnék mondani, de biztos, hogy sajnos itt még nem tartunk 31-nél. A folyamatos szakmai egyeztetés a Radiográfusok Egyesületének elnöke szerint nagyon fontos, ezért is jó, hogy idén első alkalommal a radiológusok és radiográfusok közösen szervezték a programot. Viszont ez nem annak a hiánya, hogy mi együtt nem látogattuk egymás rendezvényeit a korábbi években, hiszen együtt dolgozunk a mindennapokban, és egymás rendezvényeit is a mai napig látogattuk. Ez mutatja azt, hogy ez a rendezvény is igen magas létszámot, regisztrált létszámot mutat mind a két szakma csoport tekintetében. A Vármegyei Központi Kórház főigazgatója elmondta, az intézmény számára kiemelt jelentőségű, hogy az idei kongresszust Miskolcon szervezhették. Ennek alapvetően van egy szakmai oka, nevezetesen az, hogy a kongresszusokon hangzanak el mindig azok az újdonságok, amelyek előrelépés jelenthetnek az adott szakterületben. Ezek egyfelől iránymutatást jelentenek a szakma képviselőinek, másfelől a kórházmenedzsmentnek, hogy milyen irányban kell tovább mennünk a fejlesztéseknek a területén, akár humán erőforrás vonatkozásában, akár gépműszerpark fejlesztésnek a tekintetében. Emellett ezek a találkozók arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a vendégek jobban megismerhessék a Vármegyei Központi Kórházat és a várost is, tette hozzá a főigazgató.